Édesanyám színházban dolgozik Szegeden, zenekarban játszik, ő hegedűművész, és én emiatt sokat jártam a színházba, és valahonnan innen indul a színház szeretetem, gondolom. Szegeden nem volt drámasuli, úgyhogy választás elé kerültem, hogy ott maradok Szegeden a konzervatóriumban, vagy elmegyek Szentesre. Ugye az volt legközelebb hozzám Szegedhez. És akkor úgy döntöttem pár hónap után, hogy akkor átmegyek Szentesre. És így nyilván a hegedülést azt abban a formában abba hagytam. Tehát azóta nem fejlődtem benne, csak próbálom tartani a szintet. Sok új dologgal találkoztam. Kikerültem a kis burkomból, amiben addig otthon biztonságban voltam. És utána pedig szintén kollégista voltam az egyetemen, és amikor ezt megelégeltem, akkor elmentem dolgozni, és akkor úgy megpróbáltam egyedül is boldogulni. Akkor én elmentem pultozni. Illetve először egy ilyen ételes bódéban kezdtem el dolgozni, és aztán átvettek azon a helyen a Rácskertben a pultba. Máté Gábor osztályfőnököm szavaival élve ez egy aranybánya színész szempontból a pult mögött állni. Mert hát hiszen ott állok a pultban, és nincs más dolgom, mint hogy kiszolgáljam az embereket, ami egy idő után rutinná válik, és nem egy túlságosan megterhelő feladat, mármint így agyban vagy mentálisan, hanem van időm és lehetőségem arra, hogy figyeljem az embereket. És ott aztán mindenki megfordul, és valahogy ilyenkor az történik, hogy az emberek úgy érzékelik, hogy ez egy fal. És mindenféle gátlás nélkül, mármint maga a pult egy fal, és mindenféle gátlás nélkül, mintha nem is állnék ott, elkezdik mondani a magánéletüket, és nagyon belsőséges dolgokat osztanak meg mással, de én közben ezt végighallgatom. Nekem a Sipos László Márk az osztálytársam. Most már mondhatom, hogy volt, bár még nincs a kezünkben a diplománk, de igen. És mind a ketten a Free SF-én diplomázunk, és részt vettünk az egyetem foglalásban. Azt hiszem, hogy ezt talán majd évek múlva fogom tudni úgy értelmesen elmesélni, hogy ott mi történt, mert hát az egy nagyon-nagyon nagy fordulat volt az életünkben. Már csak azért is, mert mi gyakorlatilag 2,5 évig jártunk így az egyetemre, ami alapvetően 5 éves lenne. Mert jött a Covid, akkor amiatt kellett leállnunk, akkor volt egy 1,5 évünk, amit online csináltunk végig. És aztán, mikor végre visszamehettünk, akkor jött az egész egyetemfoglalás, vagy hát a modellváltás. Úgyhogy csak kapkodtuk a fejünket, hogy mi történik, és egyáltalán nem így képzeltük el. Legalábbis én és az osztálytársaim sem így képzeltük el. Alarika az áradagasságban. Ez volt az első szerepem itt. Erre jöttem tavaly. Nagy feladat volt, ez kétségtelen. De az volt a jó, hogy engem itt nagyon nagy szeretettel fogadtak. Tehát elég hamar azt éreztem, hogy itt befogadnak, és ezt is meséltem mindenkinek, hogy itt mennyire családias, és mennyire befogadó, és támogató, és szerető a közösség. És nekem akkor erre volt szükségem elsősorban, azt hiszem. Nehéz, nem tudja az ember, hogy mire számítson. Persze én is még butuska voltam, mert nem kérdeztem rá az elején, hogy akkor ez hogy fog kinézni, mert ez bele volt írva, tehát láttam, hogy ennek kell történnie, hogy ott van egy vetkőzés. De azt gondoltam akkor, hogy ez valahogy el lesz majd emelve, ez meg lesz csinálva, ezt nem kell megmutatni a teljes valójában. És aztán a próba folyamat alatt hát láttam, hogy hát ebből az lesz, hogy ezt meg kell csinálni. Nagyon-nagyon-nagyon sokat gondolkodtam ezen, emészgettem magamban, hogy ennek helye van-e, ennek, hogy mi a módja, hogy ezt nekem meg kell-e csinálnom, mi egy színésznek a feladata, hol vannak a határok.
És akkor végül azt mondtam, hogy az első ilyen nagyobb egybemenésen, amikor már úgy szinte áll a lábán a dolog, akkor én ezt ki fogom próbálni, így a társulat, vagy hát a darab szereplői körében, amikor még nem nézik emberek, hogy megérezzem, hogy ez micsoda. Egyáltalán ott, hogy és akkor majd utána tudok dönteni, hogy ezt megcsinálom-e vagy sem. És akkor ott azt éreztem, hogy ennek van egy olyan módja, ahogy ez tud működni, és ez lehet szép és helyén való. És nem mindig sikerült, aztán később, azt hiszem ennek a dolognak eléggé megágyazni. Emiatt nyilván folyton konfliktusba keveredtem magammal, de ezzel már nem tudok változtatni, úgyhogy a tanulság az, hogyha azt érzi az ember, akkor kell tudni nemet mondani. Az egyetemen volt olyan élményem, hogy ennyire egymásra kellett támaszkodnunk, mint ebben az előadásban. És szerintem, hogyha a néző betekintést tehetne abba, hogy mi történik hátul, úgymond a színpad mögött, sokszor ami a színpadon van, de a színpad mögött, akkor sokkal több dolgot látna, mint a színpadon. És nyilván túlzok, de hogy annyi minden történik ott hátul, hogy minden olajozottan működjön, hogy elképesztő tényleg, tehát ott nem csak akkor kell dolgozni, amikor úgymond színpadra lépünk, hanem végig hátul is. Tehát ott egymást kell segítenünk. Egy fiatal lányról van szó, aki álmodozik, és szeretne kiteljesedni, és szeretne boldog lenni, és így nagyon röviden. És aztán visszajön egy lány a negyedik felvonásban, vagy egy nő, akinek nem jött össze. És ehhez viszont így tudok kapcsolódni. Tehát, hogy a kudarc élményem nekem is van. Tehát én is megéltem olyan dolgokat, hogy valamit elképzeltem valamiről, hogy az milyen, és aztán, mikor oda kerültem és találkoztam vele, akkor kiderült számomra, hogy ez egyáltalán nem olyan. Ami nehéz benne az, hogy azt érzem, hogy ez technikát igényel, főleg ezen a nagy színpadon. Tehát technikai rutint, mind a beszédben, mind a gesztusok szintjén, az utolsó jelenetben, hogy milyen a ritmusa a jelenetnek. Tehát, és azt érzem, hogy ebben még nincs elég rutinom. Tehát, hogy ezt kell még magamra szednem, hogy legyen egy technikai tudásom is. Ennek egyszerűen kell egy érési folyamat, kell neki, nem tudom, 5-6 előadás legalább, szerintem. Hogy ez aztán úgy ténylegesen életre tudjon kapni. A következő próba folyamatom Zsótér Sándorral lesz a Koldus Operában. Koldus Operában leszek Lüsszi. Aztán Horváth Csabával fogok dolgozni a Kivilágos Kivirattikban, és utána pedig jön a Béres Attila, és Bolha a Fülbét fog rendezni. Ezek várnak még rám. Szerepálmom. Egyszer szeretnék majd mását játszani a Három nővérben. Az egyetemen próbálkoztam ezzel a feladattal, és akkor még ez nagyon távoli volt tőlem. De azt érzem, hogy majd egyszer csak nem lesz az, és akkor ezt szeretném majd újra megpróbálni. Illetve még játszanék Szent Johannát. Így. Most hirtelen ezek jutottak eszembe.